Kevés mozifilm készül az autóversenyzésről, és még annál is kevesebb tudja ezt szenvedéllyel, alázattal bemutatni. Legutoljára a Rush volt erre igazán jól képes, most pedig James Mangold vállalkozott rá, hogy végrehajtja ezt a bravúrt. A történet valós eseményeken alapul, a Ford és a Ferrari rivalizálását meséli el, ami az 1966-os 24 órás Le Mans-i versenyen csúcsosodott ki. A két márka mögött megbúvó hús-vér emberek fáradtságos munkáját hivatott szemléltetni ez a történelmi tabló. A cselekmény főként két szereplőre fókuszál. Az öntörvényűen zseniális pilótára Ken Milesra, valamint a merész mérnöki koncepcióiról ismert Carroll Shelbyre. Az ő feladatuk megalkotni azt a versenyautót, ami képes lett megtörni a Ferrari egyeduralmát a nagy presztízsű versenyen. Pazarhúzás Mangoldtól, hogy a riválissal való küzdelem mellett egy másfajta harcot, az üzleti élet viszontagságait is szemlélteti. Az igazi ellenfél itt kvázi a Ford, mint a cég, ahol a vezetőség kényszeresen kötődik a formaiságokhoz, az eredményesség kárára. A merev öltönyösöknek próbál fityiszt mutatni Ken, ám kisemberként a keze nem igazán ér el messzire. Itt jön a képbe Carroll, aki igyekszik megfelelni mindkét félnek. Ez természetesen konfliktusokat szül, ám mindenkinek rá kell jönnie, hogy a magasztos cél kompromisszumokat követel. Mangold mondhatni biztonsági játékot játszik, ám tudja, hogy milyen eszközöket kell bevetnie ahhoz, hogy műve kiemelkedjen a középszerből. A történetvezetés hiába halad a megszokott mederben, illetve szinte minden bevett sablont viszont látunk, nem hat elcsépeltnek. A direktor művét ugyanis élmény nézni. Remek érzékkel keveri a drámát a humorral, a karakterdinamika tanítani való, a versenyek izgalma pedig elemi erővel pumpálja a néző ereibe a vért. Szintén ritka nagy erény, hogy az aszfalt királyai képes elérni egy laikusnál is a versenyzés mámorát. Azt az érzést, hogy be akarjunk pattani egy több száz lóerős fenevadba és 3-40-nel elrepeszteni a végtelen országúton. Ha pedig egy a témához közömbös emberből ilyen reakciót vált ki, akkor a motorsportok szerelmeseinek garantáltan ez lesz maga a mennyország. A színészgárda nem különben kifogástalan. Matt Damon és Christian Bale párosa az év egyik legjobbja, szuperül működik köztük a kémia, és noha Bale a hálásabb szerep és ellopja a sót, de Damon is rég volt ennyire jó. Az aszfalt királyai bátran ajánlható mindenkinek, nem igazán lehet vele mellélőni, mert egyszerűen jó érzés nézni. A végére minimálisan veszít a lendületéből, de egy 2,5 órás alkotásnál lesz szerintem megbocsátható bűn. Minden ízében profi munka, precízen felépített darab, amiben szuper élmény beszállni egy körre. Akár csak a benne szereplő járgányokba. Tényleg mindenkinek tudom ajánlani a filmet, nézzétek meg, nem nagyon lehet vele mellélőni, én marhára élveztem, úgyhogy adok is rá 80%-ot. Ennyi lettem volna, ha tetszett a videó, akkor lájkolj és iratkozz fel, ha gondolod kövess Facebookon vagy Twitteren, a linkeket megtalálod a leírásban, aztán legközelebb találkozunk. Csácz!